a Gyuri a legtermékenyebb volt, tehát ő az egy szobron mellett körülbelül 30-40 munkát csinált, ami a munkásságának szerintem a jelentős része, ami ott készült, legalábbis ami a tárgyakat illeti. Tehát egy gyárcsarnokban dolgozott minden egyes képzőművész, munkások segítségével, és este, meg hát délbe folyamatosan ugye találkoztunk a vacsoránál, a közös kocsma program, tehát a kocsma szimpózión azok voltak a termékeny idők. Az az időszak, amikor még kemény cenzúra volt tulajdonképpen. Az más kérdés, hogy mi azért megtaláltuk a helyi hatalomnak olyan képviselőjét, akik valamilyen módon érzékenyek voltak erre a dologra, és az ő egyéni kockázatokat fölvállalva azért mellénk álltak egyesek. Mondtam, egyesek. És ebbe része van a Gyurinak is, mert ez egy ilyen közös, mondom, ezek a közös beszélgetések révén jöttek elő. És ez a 74-75-ös évek, amikor először így találkoztunk. Azt hiszem, hogy ez a gondolat is hozzáköthető, legalábbis úgy emlékszem rá, hogy a fejben kell eldönni először a műveknek, és utána tehát a koncept árt, ugye, amit ő akkor művelt, és utána kell megtalálni azt a formai és tárgyi lehetőséget, ami mondjuk az acélba rejlik. És ezek, mondom, nekem azóta is alapgondolatom, hogy valóban, tehát én, mint acélipari kutatómérnök, én az acél szerkezetét azt tökéletesen ismertem, és mondjuk ilyen szempontból könnyű dolgom volt, mert sokat tudtam nekik segíteni is.